Nyúlik, mint a rétes. Azt a mindenit. Kíváncsi szempárok követték Erdélyi Tiborné, vagy ahogy a környéken ismerik, Sala Mariska néni minden mozdulatát a felsőtárkányi rétes sütő műhelyben, ahol nem csupán a sütemény elkészítésének fortéjaival ismerkedhettek a jelentkezők, hanem annak helyi vonatkozásaival, illetve történetével is. Hétköznapi étel volt régen. Ugye tehén általában mindenütt volt, ugye, és akkor akármilyen leves összedobtunk. Éttepsi rétes nem sokáig tartott, az finom ebéd volt, úgyhogy gyakran csináltuk. Az nem olyan volt, mint most, hogy jaj, rétes, akkor olyan hétköznapi étel volt, és ezt megszoktuk. A tárkányi rétes receptjéért nem csak a környékről látogattak a műhelybe, többen hosszabb utat tettek meg, hogy elsajátíthassák a sütemény hagyományos elkészítését. Az egyik vendég például Békés Csabáról érkezett. Nagyon tetszett a rétes nap tavaly augusztusban, amikor itt jártunk, és meg is kóstoltuk a rétest, és ezért gondoltuk, hogy megtanuljuk, hogy kell készíteni. Elmondható, hogy a település idősebb tagjai évtizedek óta a réteshez kapcsolódó programok mozgatórugói. Felső Tárkányban általában sóstorósat készítettek. Azért, mert ugye nem voltak olyan gazdagok, nem volt cukor, nem volt csak túró, tejföl, az minden háznál volt, és akkor gyorsan az asszonyok elkészítették a rétest. Rétes napokat 20 éve rendeznek a településen, a műhelyben többek között erre az eseményre készülnek, hiszen a szervezők bíznak abban, hogy akik elsajátították a hagyományos sóstúrós rétes mesterségét, később a programhoz is csatlakoznak, akármint önkéntes segítő. A fiatalok, fiatalabbak megtanulják a réteskészítést, az idősebbek egy kicsit felfrissítik ezeket a dolgokat, hogyha otthon nem készítik, mert azért húzott rétest otthon már nem sokan csinálnak, itt pedig húzott rétes készül, ugye legtöbbször ez réteslapból készül otthon. A rétes napok előtt évente 2-3 alkalommal szerveznek műhelyfoglalkozást, amelyre bárki regisztrálhat. Azok az idősek, akik tanítják ezt a rétesütést, és úgy ismerik csinyát, bínyát, ennek a rétes, hát az adagok kikeverésének, a rétes húzásának, ők már idősek, és át kell adni. Átadták ők ezt családon belül, tehát a lányaiknak, unokáiknak, tehát az én feleségem is néha otthon süt ilyen rétest, nehéz rábeszélni, de néha sikerül, hogy süssön, de hogy kell, hogy ez megmaradjon továbbiakban a fiatalok körében. A rétes nap mellett a műhely is mindig nagy népszerűségnek örvend, ahol a háziasszonyokon kívül a férfiak is szívesen és önként sürgölődnek.